Na szevasztok srácok, üdvít a játszótérén, én Makan vagyok, itt lennék nektek egy BMMG Drive videóval, amiben arra gondoltam, hogy mi lenne, ha megnéznénk a különböző fékek közti hatékonyságot, mármint hogy egyáltalán van-e ilyen a játékban, pontosabban a kézifék hatékonyságot, hogyha mondjuk behúzzuk a kéziféket egy dobféken, vagy behúzzuk a kéziféket egy versenytárcsaféken, azok között van-e hatékonyságbeli különbség, vagy mint a legtöbb játékban, ugye ha behúzod a kéziféket, akkor be van húzva a kézifék, és mindegy, hogy mi történik. Na erre fogok használni én egy kis modot, egy beépülő modult a játékba, ami nem más, mint a szélgenerátor. Ugye láthatjátok ott középen fönt, hogy jelen pillanatban nincs szél, 0 km/h a szél, és hogyha megfordulunk, akkor látszik igazából, hogy 0 fok, azaz innen fog jönni a szél, tehát szemből fog jönni az autókra a szél. Miért is fontos ez? Arra gondoltam, hogy úgy lehetne a legkönnyebben tesztelni, hogy van-e különbség a kézifékek között a játékban, hogyha valami egységesen állandó erőhatás éri a kocsikat, ez pedig nem más, mint a szembeszél, mint olyan. Ugye ez folyamatos, és ugye az autónak tökéletesen, merőlegesen érkezik a kocsinak az elejére, tehát mindig és mindegyik autóra ugyanúgy hat, ugye egyszerre 4 autó lesz majd vizsgálva, ezeknek mindjárt elmondom a fék tulajdonságait, hogy mibe különböznek, és lehet állítani a szélnek a sebességét egészen 700 km/h fölé lehet állítani a szelet, tehát elég brutális szeleket lehet csinálni ezzel a játékba, és szépen viszem föl majd a szélnek a sebességét, ugye mit láthatjátok, van 100, de egyébként mozognak is rá az autók, hogyha megnézitek, hogyha... Látjátok? Nagyon jó, így lehet mozgatni a kocsikat a széllel, tehát hogy tényleg légellenállás van a Vardának. És akkor ezt szeretném megnézni, hogyha ez a szél eléri azt a kritikus pontot, hogy megmozduljon az autó, akkor a gumi fogja, ugye maga a gumi tapadása fogja elengedni a kocsit, vagy pedig a kézifék fogja elengedni a kocsit, és e között, a kézifékek között van-e különbség? Nem tudom, hogy lehet-e érteni, mit szeretnék megmutatni, de még egyszer röviden elmondva azt szeretném megnézni, hogy van-e a dobfék kéziféke és a versenytárcsafék kéziféke közti különbség a játékban egy szembeszéllel. Röviden ennyi igazából. Na, de hogy melyik autó milyen fék is van, ugye itt lenne ez az első autó, itt nagyon jól látszik, hogy ott is látszódott egyébként, hogy tárcsafék van, vagy dobfék van rajta, ugye ez elméletben a leggyengébb fék, aztán itt a következő autón ezen már sima, egyszerű tárcsafék van, a következő autón már versenytárcsafékek vannak, ugye már látszik, hogy a féknyeleg is piros, meg látszik, de ránagyítok majd, látszik, hogy lyukacsos a tárcsa, és a következő autóban egy egész érdekes tárcsafék, ez pedig a Heavy Duty nevezetű tárcsafék, ami brutálisan vastag, igazából tényleg ilyen nagy munkásautóra való tárcsafék, kamionra való tárcsafék van rajta tulajdonképpen ezen a terepjárón. Úgyhogy megnézzük, hogy bizonyos szélsebességekben melyik az a fék, kézifék, ami megfogja az autót, egyáltalán van-e köztük különbség, vagy nincs. Hát akkor induljunk is neki, szépen elkezdem vinni fölfelé a szélnek a sebességét. Ja, mondjuk vigyük föl most egy ilyen 110 km/h, jelen pillanatban egyik autó sem mozdult meg, viszont látjátok, hogy szépen azért elkezdenek így ringatózni, ugye 260 km/h most a szél, a szembeszél is, az autók még nem mozdultak meg, viszont már azért elég szépen bedőlnek, most ha ezt visszaveszem nullára, akkor látszik, hogy azért mozognak az autók. Vigyük föl 300-ra, megmozdul-e valamelyik autó? Nem mozdul meg egyik autó se. Jó, akkor vigyük még föntebb a szelet, viszont már nagyon durván fölágaskodtak a kocsiknak az elején. Most ha visszaveszem nullára, akkor megint látszik, hogy azért mennyire durva ez a szembeszél. Ugye most 320, még mindig semmi. Ez a tárcsafékes autó, mintha megmozdult volna egy picit hátra, 350 km/h szélnél. Nézzük meg, 370, 390, ezek már, itt ez a, mind a dobfékes, mind pedig a tárcsafékes autó meg 396, 400, 407, és elindultak.
407-nél mind a kettő autó elindult, a sima tárcsafékes is, a dobfékes is, viszont a verseny tárcsafékes és a heavy duty tárcsafékes autó nem indult el, tehát ez már biztos, hogy van köztük különbség. A kérdés az, hogy mekkora, ugye ez 407 km per óránál mind a kettő autó elindult, most éppen a tárcsa, vagy a dobfékes autó mondjuk, és látszik, hogy melegszik ugye a fék, mert hogy fog folyamatosan, és hát ugye ennek ellenére az autó halad hátra, ez a sima tárcsafékes autó most, és most ott is látszik bal oldalt egyébként, hogy már 62-63 fokos jelen pillanatban a hátsó tárcsa, ugye próbálnám megfogni az autót, de hát nem sikerül, és így nyilván melegszik, és így aztán egyre rosszabb lesz a fék hatás, ugye ahogy melegszik majd fölfelé a tárcsa szépen. Viszont a versenytárcsafékes és a heavy duty tárcsafékes autó, ez még jelen pillanatban is itt van mind a kettő, úgyhogy vigyük fentebb még egy kicsit a... Vigyük, na, szépen állítsuk, így van. 407, ugye ott belindul a másik, 410, 425, még mindig semmi, 439-nél még mindig semmi. Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy ez a másik kettő autó, hú, ezek már egész gyorsan mennek. Rá is viszem a kamerát, hogy így folyamatosan rajta legyen. Igen, egyre rosszabb ugye a fék hatás. Ezek viszont még mindig nem indultak meg ebben a nagy szélben. Mind a versenyfék még mindig fogja az autót, mind pedig a heavy duty tárcsafék fogja az autót. Úgyhogy 439 km/h szélnél még mindig oké a dolog. Na nézzük akkor tovább. Visszavesszük picit, játszunk vele, mert nem lehet szépen állítani. 436, 439, 446. 446-nál elindult a versenyfék. Na ez meglepő. 446-nál a versenyfékes autó elindult. Ami... Aha, ott már ez. Ez, és igen, már melegszik is a fék elég komolyan. Viszont, ami érdekes, itt ez már 670 fokos és egyre gyorsabban. Hát ezek összeakadt. Na most váltak le egymásról. Aha, most váltak le egymásról, igen, már 174, 178, 180, és ez is hasonló sebességgel megy. Semmi fékhatás nincs szerintem már, tulajdonképpen. Mind a két autó ugyanolyan gyorsan megy. Igen, ezek a fékek megadták magukat teljesen. Itt még ez mindig kitart, bár már ugye ehhez képest teljesen hátrébb van. Ugye az egyik 407 km/h-nál indult el, a másik 4, tehát van 40 km/h szélellenállás különbség a sima tárcsa, meg a rendes tárcsa, meg a dobfék között. A dobfék meg a sima tárcsa az ugyanolyan hatékony volt, ez azért meglepő. Ez meglepő, hogy a dobfék meg a sima tárcsa fék ugyanolyan hatékonyságú volt ebben a féktesztben. Na nézzük akkor tovább, hisz ez az autó még mindig itt van. Kicsit mozgassuk az egeret, hogy 4.46, ugye itt indult el a tárcsafék, és mikor indul ez el? 4.68, 4.75, igen, 4.64-nél nem indul el, 4.68-nál nem indul el, 4.75-nél indul el. Tehát ebbe is van még egy majdnem 30 km/h különbség, tehát a leghatékonyabb fék ezek szerint a heavy duty. Fék. Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy versenykörülmények között nyilván a versenyfék lenne a leghatékonyabb, de hogy a dob, meg a sima tárcsafék, hát ezt már teljesen megadta magát, ez abszolút mértékben, ahogy ez is, hiszen 314-jel mennek hátra, ugye már 800 fokos a fék, meg is állítom a szelet. Ez egy nagyon érdekes, nem gondoltam volna egyébként, hogy ez meg van csinálva a játékba, hogy a kézifék hatékonysága függ attól, hogy milyen fék van a kocsin. Ami még érdekességre adhat okot, és írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e ilyen videót is látni, hogy mondjuk kiválasztom a random, a full alap tárcsaféket ugyanezen az autón egy következő videóban, és ugye itt vannak a fék betétek, hogy azt megvizsgáljuk-e, és írjátok a kommentben, hogyha érdekel titeket, hogy a fékbetétek közt van egy különbség, és hogyha van, akkor mekkora. Hisz itt jelen pillanatban van 1, 2, 3, 4, 5 darab fékbetét, és leszpónolok 5 ilyen terepjárót, és akkor ugyanígy a szél, vagy szembeszéllel megnézzük, ugyanígy kézifékkel, hogy mekkora különbség van a fékbetétek között, melyik mikor fogja elengedni az autót, mert mindegyik autóban egyébként a premium rear brake pad van, ezt most megnéztem, és akkor belerakhatnánk az egyikbe majd a basic-et, aztán a full race, premium, semi race, meg sport, ugye fékbetétet, megnézni, hogy van-e köztük különbség, írjátok le kommentben, hogyha ez érdekelne
titeket. Ugye srácok, hát ez a videó ennyi lett volna, meglepő az eredmény a számomra, hogy a sima tárcsa és a dobfék az ugyanakkor engedte el az autót, viszont az tényleg nagyon nagy meglepetés, hogy a versenyfék az hamarabb engedte el az autót, mint a heavy duty tárcsafék. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy tetszett és informatív volt a számotokra, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretek lemaradni a hasonló videókról, vagy egyéb játékokból készült élőadásokról vagy videókról, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a kis csengőt és benne a kis pipát is, hogyha szeretnétek értesítést is kapni a YouTube-tól arról, hogyha történik valami a játszótéren. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, bármikor is látjátok ezt. Én Makan voltam. Sziasztok!